Köszöntöm Önöket az Álláspontban, ahol ismét hasznos és közérdekű információkkal látjuk el nézőinket. Mai adásunk második felében a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos aktualitásokról lesz szó, de előtte szakértő vendégem segítségével a jelenlegi hazai munkaerőpiaci körképet ismerhetik meg. Üdvözlöm a stúdióban Házi Tamást, munkaerőpiaci tanácsadót, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, üdvözlök mindenkit. Ahogy a felvezetésben is elhangzott, próbálunk egy kis segítséget nyújtani nézőinknek azáltal, hogy betekintést nyerhetnek az aktuális, jelenlegi munkaerőpiaci helyzetbe. Ez most hazánkban hogyan is néz ki? Kezdeném egy kicsit korábbról. Ugye itt a koronavírus, tehát a vírushelyzet miatt egy kicsit hanyatlott a magyar munkaerőpiac. Ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európára, az egész világra jellemző volt. Hát a 2020-as évben nagyon sokan vesztették el az állásukat, és váltak álláskeresővé, munkanélkülivé. A 21-es év második felében már épült vissza, és egyre több munkavállaló találhatta meg a számításait a munkaerőpiacon. Ez 22-re már egészen kicsinosodott, tehát most már én úgy gondolom, hogy aki szeretne, az el tud helyezkedni. Nem egy-két nap alatt, nyilván lehet, hogy hónapok kellenek hozzá, illetve lehet, hogy nem a végzettségének, a kvalitásainak megfelelő munkakörben, de munkát én úgy gondolom, hogy, és azt tapasztalom, hogy mindenképpen lehet találni. Hogyha a számokat nézzük, akkor jelenleg múlt havi adatot tudok mondani. Magyarországon a 15 és 74 év közötti korosztályt vizsgálva a dolgozók száma Magyarországon 4.688.000 fő. Akkor azt kijelenthetjük, hogy lakosság arányosan ez egy kimagaslóan jó adat, nem? Ez egy magas szám, igen. Most ez behatárolható egyébként, hogy melyik a legkerendőbb ágazat? Hol dolgoznak a legtöbben, vagy mi az, amit a leginkább szeretnek? Én úgy gondolom, hogy a szakmunka, tehát a például csak hogy néhány példát mondjak, a burkoló, az esztergályos, a lakatos, tehát a szakmunkák azok, amik nagyon népszerűek, jól is fizetnek egyébként magyar viszonylatban. Mondhatom azt, hogy ez egy elég jól fizető szakmák. A festő, tehát a jó szakembert azt mindenhol keresik. Tehát úgy gondolom, hogy azok, illetve hogy a jogász, az informatika világában dolgozók, tehát a programozók, informatikusok, IT-sak, rájuk mindig szükség van. Ugye megvizsgáltuk, hogy melyek a legkedveltebb szakmák, és most nézzük meg ennek az ellenpólusát, melyek azokra, amelyikre legkevésbé van kereslet hazánkban. Ezt mindenki hallja, hogy híradásokból például, hogy a pedagógus pálya, illetve az egészségügyi dolgozók, tehát ezek igazából annyira nem. A könnyű betanított fizikai munka sem annyira népszerű, és nem szeretik az emberek, viszont nagyon sokan kénytelenek ezt elvállalni. Ahogy az előzőekben említette, például a jó szakmunkás vagy egy festő esztergályos elég jó anyagi juttatást kap havi szinten. Ezen kívül még tudunk-e olyan ágazatokat vagy szakmákat említeni, ami szintén a legélhetőbb ágak közé tartozik, illetve ahol szintén kimagasló a bérezés itthon? Én úgy gondolom, hogy a szakmunkákon kívül én arra inspirálnék mindenkit, vagy bíztatnék mindenkit, hogy nyugodtan vállalkozzanak, tehát hogyha vannak jó ötletei, akkor nyugodtan legyenek magánvállalkozók. Igazából, hogyha egy olyan dologba tudnak belevágni, ami még annyira nem működő azon a területen, akkor ebből azért elég jól lehet profitálni. Elég sokszor találkozunk életünk folyamán azzal a kifejezéssel, vagy azzal a szakmával, hogy munkaerőpiaci tanácsadó, de pontosan mondjuk aki laikus, vagy éppen pályakezdő, neki hogyan tudnánk definiálni, hogyan tud egy ilyen jellegű szakember segíteni? A munkaerőpiaci tanácsadó igazából az álláskeresővel együtt dolgozik, tehát közös munkára van itt szükség. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a munkaerőpiaci tanácsadó majd ki fogja találni magától azt, hogy melyik munkakör lenne az, ahol ki tud teljesedni az álláskereső. Nyilván meg kell őt ismerni első körben, tehát meg kell nézni, hogy melyek azok a
a területek, ahol ő megtalálhatja a számításait, fel kell tárni bizonyos kompetenciákat, és ennek mentén kell elindulni. Tehát ugye a munkaerőpiaci tanácsadó nem egy jós, tehát ő abból tud dolgozni, amit kap, és hogyha maximális együttműködést tapasztal, és sikerül feltárni ezeket a kompetenciákat, akkor fog tudni segíteni. Hogyha a segítségnyújtásnál maradunk még, akkor a munkaerőpiaci tanácsadón túl egy munkaügyi központ vagy egy foglalkoztatási osztály miben áll rendelkezésére az álláskeresőknek? A munkaügyi központok leginkább fejvadászattal foglalkoznak, tehát hasonlítanám őket egy HR céghez, egy munkaerő kölcsönző közvetítő céghez. Hogyha már szóba jött az, hogy fejvadász, vagy hogy egy kicsit segíti úgymond a munkavállalókon túl a munkaadóknak is a számításait megtalálni, akkor pontosan, hogyha valakinek van egy cége, vagy egy vállalkozása, és szeretne abban a szakirányban jó, kitanult ember találni magának, akkor ugyanúgy igénybe veheti ezt a fajta szolgáltatást? Természetesen igen. És egy kicsit kitérnék arra is, hogy ezeken a hivatalokon kívül érdemes megkeresni a munkaerő kölcsönzéssel, közvetítéssel foglalkozó cégeket. Ők is hathatós segítséget tudnak nyújtani az álláskeresésben. Ez így elsőre nem hangzik olyan bonyolultnak, de hogyha egy picit jobban boncolgatjuk a témát, akkor ezt a gyakorlatban hogyan lehet elképzelni mondjuk egy példával, ha közelebb tudnánk hozni ezt kedves nézőinknek? A lehető legközelebb lévő munkaügyi központot keresse meg, nyilván keresse fel őket, ki kell tölteni egy regisztrációs lapot, rengeteg adatot meg kell adni, és igazából várnia kell, és bizakodni abban, hogy a lehető leghamarabb meg fogják őt keresni ajánlatokkal. Most már beszéltünk az álláskeresőkről, illetve arról, hogy nekik számos segítséget nyújt, akár egy munkaerőpiaci tanácsadó, vagy akár egy ezzel foglalkozó intézmény. Viszont pontosan addig, amíg tart ez a státusz, ez az álláskeresési folyamat, addig az érintettek hogyan élhetnek, vagy kapnak-e valamiféle támogatást? Igen, ezt korábban ugye segélynek hívták, tehát álláskeresési segélynek. Most viszont munkanélküli segélynek, most viszont álláskeresési járadéknak hívják, ez 2022-től ez a neve. Ez 90 napig jár. Ennek a maximális díja napi bruttó 6667 forint, illetve ezt azok igényelhetik, akik az elmúlt 3 évben legalább 12 hónapot dolgoztak. Beszélgetésünk zárásaként összefoglalva akár a beszélgetésünket, vagy kiemelne egy-egy jelentős részt azoknak, akik most akár pályakezdők, vagy akár már rutinos munkavállalók, de most pont állást keresnek, milyen jó tanácsai lennének számukra? Én azt gondolom, hogy nagyon könnyen eshetünk abba a hibába, hogy keressük az állást az interneten, vagy akár személyesen is, és nem találunk megfelelőt, vagy egyáltalán nem találunk, vagy nem kapunk visszacsatolást a munkáltatóktól. Nagyon könnyen abban a hibába lehet esni, hogy az ember egy idő után feladja, és azt mondja, hogy hát nem, és belefásul ebbe az egészbe. Ez nagyon jellemző, hogy akkor ilyenkor az álláskereső megszakítja ezt a keresési folyamatot, belefárad ebbe, ez az, amit nem szabad. Tehát rá kell feküdni, keresni kell, nem szabad elkeseredni, az elkeseredettség az csak gyakorlatilag ahhoz vezet, hogy egy idő után újra meg kell próbálni állást keresni. Tehát gyakorlatilag én azt javasolnám, hogy reggeltől estig, amennyi időnk van rá, keressük, és úgy gondolom, hogy a mai helyzetben 3 hónap az bőven elég ahhoz, hogy találjunk is valamit. Nem mindig, tehát hogyha van egy végzettségünk, és tehát nem szabad röközkötöttnek lenni, nem szabad csak egy pozíciót vagy munkakört kinézni, és csak abban elhelyezkedni, ha nincs más, akkor el kell vállalni ott is, ami nem a legmegfelelőbb számunkra, és aközben is, tehát akkor már van egy állásunk, ugye, és aközben is lehet keresgélni. Nyilván nem lesz rá annyi időnk, de legalább van munkánk. Köszönöm a beszélgetést, és azt is, hogy megosztotta velünk a legfrissebb adatokat. Köszönöm. Maradjanak velünk, ugyanis a folytatásban a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos aktualitásokról lesz szó.
Üdvözlöm a stúdióban dr. Farkas Andrást, a Nyugdíjguru News alapító főszerkesztőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat. Kedves sokalom, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kérem, kezdjük beszélgetésünket azzal, hogy hazánkban ma kiket illet meg a teljes, illetve résznyugdíj, illetve mikortól állapítható meg maga az öregségi nyugdíj? A teljes nyugdíj az legalább 20 év szolgálati idővel szerezhető meg, és mindenkinek be kell töltenie a nyugdíjkorhatárát, ami most 65 évre emelkedett idén januártól, de persze ezek közül van kivétel, mert azok a hölgyek, akik teljesítik a nők kedvezményes nyugdíja feltételeit, ők a korhatáruk betöltése előtt is elmehetnek nyugdíjba, és jellemzően ezt is választják a hölgyek, mert a összes női nyugdíjigény kétharmada az a nők kedvezményes nyugdíjára irányul minden évben. De a fő feltétel a 20 év és a korhatár betöltése, illetőleg a hölgyeknél a nők 40 feltételének teljesítése, ez a teljes nyugdíj. A résznyugdíj esetében az az engedmény van, hogy elegendő a 15 év szolgálati idő is, viszont a résznyugdíjat nem védi a minimális nyugdíjnak a törvényben meghatározott forint összege. Sajnálatos módon ez egyébként is rendkívül alacsony, óriási viták voltak erről az elmúlt időszakban is, ez 28.500 forint most már 13. éve. Nyilvánvalóan ezt már lassan rendezni kell majd ezt a kérdést, de praktikus jelentősége a nyugdíjrendszerben ennek a pici összegnek nincs, és jellemzően ma már mindenkinek teljes nyugdíjat állapítanak meg. A résznyugdíj az akkor merülhet föl jellemzően a mostani időkben, hogyha valaki külföldön is szerzett nyugdíjjogosultságot, és akkor több államtól jogosult nyugdíjra. Ez nagyon gyakori az Európai Unióban végzett munkák esetén. Ugye a magyarok egy jó része az kint dolgozik, most kb. 700 ezer emberre teszi a Magyar Nemzeti Bank a külföldön dolgozó magyarok számát. Az ő esetükben sokszor előfordulhat, hogy Magyarországon csak kevesebb időt dolgoztak, mint 15 év, és a hosszabb időt az valahol Ausztriában, vagy Németországban, vagy Angliában dolgozták le. Úgyhogy amikor több országtól várható nyugdíj, akkor lehet résznyugdíjról szó a mai körülmények között. Már egyre több fiatal előre takarékoskodik, vagy nyugdíj alapot gyűjt. Ha már elgondolkodik egy-egy mondjuk korombeli, hogy milyen nyugdíjra számíthat majd, akkor az hogyan lehet meghatározni, hogy mitől függ ez az összeg? Az összeg legfőképpen az időtől függ. Tehát általában az emberek azt gondolják, hogy a havonta beletett pénz nagysága dönti el, hogy mennyi lesz a végén majd a nyugdíj, az a bizonyos privát nyugdíjtőke, amit majd fölélhetek nyugdíjas koromba, de a valójában sokkal nagyobb jelentősége van az időnek. Tehát magyarán minél korábban kezd el takarékoskodni egy fiatal, annál nagyobb hatásfokkal tudja majd elérni a céljait, és minél később kapcsolunk, annál több havi befektetés kell ahhoz, hogy igazán összejöjjön az a néhány millió forint, amit célul kitűztünk. Most már korábban szóba jött a korhatár, de mégis milyen feltételekhez kötötten lehet nyugdíjba vonulni ezen kívül? Más feltétel nincs, tehát lényeg az, hogy a meglegyen a szolgálati időnk, betöltsük a nyugdíjkorhatárt, illetve mindig hangsúlyozom a hölgyeknél a nők 40 feltételét, ezt azért hangsúlyozom, mert idén is változatlan, és feltétlenül jövőre sem fog még szigorodni a nők 40 feltételrendszere. Ha ez a két feltétel megvan, tehát a szolgálati idő meg a korhatár, illetőleg a nők 40, akkor lehet igényelni a nyugdíjat. Nagyon fontos, az mindig igényelni kell, tehát nincs hivatalból történő megállapítás a nyugdíjak esetében, és ma már nagyon könnyű, mert a bármely kormányablakban elindítható a folyamat, vagy ha valakinek van ügyfélkapus hozzáférés, akkor célszerű elektronikusan intézni az egészet, fölmegy valaki a magyarország.hu honlapra, és ott a nyugdíjügyek kapcsán megtalálja a szükséges nyomtatványokat. Ma már sokkal egyszerűbb elintézni, mint korábban. Legutoljára novemberben beszélgettünk, amikor egy picit próbáltunk előre tekinteni, hogy 2022-ben majd milyen változások lépnek életbe. Na már most az első az volt, hogy január 1-jével a nyugdíjkorhatár ismét emelkedett. Erre miért volt szükség? Ez egy 10 éves folyamatnak az utolsó lépése volt most. 10 évvel ezelőtt még 62 év volt a nyugdíjkorhatár, és ez azóta fokozatosan a születési évjárattól függően emelkedett. Most, aki 1957. január 1-én vagy azt követően született, tehát mindenki, aki 57 és utána született, az ő részükre van ez a 65 éves nyugdíjkorhatár. Itt most egyelőre megáll az emelkedés, tehát nagyon valószínű, hogy legalább egy 10-15 évig nem kell hozzányúlni Magyarországon a nyugdíjkorhatárhoz, és ha majd akkor módosítani kell, feltehetően az lesz a jó megoldás, amit egyébként most javasolt a Magyar Nemzeti Bank is az új javaslatcsomagjába, hogy a 65 éves korban várható további élettartam hosszától kell függővé tenni majd a nyugdíjkorhatár, mondom, de erre 10-15 évig nem kell számítani.
nem csak korhatár tekintetében, hanem emelések szempontjából is hozott változásokat az idei esztendő. Kérem, osszuk meg kedves nézőinkkel, hogy akkor ezek most milyen aktualitásokat jelentenek. Hát januárban minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek emelték 5%-kal a nyugdíját. Ez akkor jónak tűnt, de sajnos elszabadult az infláció azóta, úgyhogy kell egy évközi rendkívüli nyugdíjemelést beiktatni. Ez július 1-től lép hatályba, de visszamenőlegesen január 1-ére. Ez egy 3,9%-os plusz emelés lesz. Csak hogy a kedves nézőknek legyen valami fogalma, hogy ez mennyibe kerül a költségvetésnek, vagy pozitívan fogalmazva, mennyivel több pénzt kapnak a nyugdíjasok. A januári emelés az plusz 200 milliárd forint volt, ez a mostani július 1-i emelés pedig 156 milliárd forintba fog kerülni. Tehát gyakorlatilag, ha a két emelést összeadom, ezt a 8,9%-ot, ez összességében fölér a 13. havi nyugdíj költség igényével, vagy mondom pozitívan fogalmazva, ott is kiáramlott 370 milliárd forint plusz pénz a nyugdíjasokra. Egyébként ez nagyon segített abban, hogy a nagyon magas infláció elleni küzdelem a nyugdíjasok esetében kicsit sikeresebb legyen, mert a 8,9%-os emelés, ami magasnak tűnik a korábbi évekhez képest, amikor 3-4% volt maximum, de most az infláció sajnos ennél magasabbra várható éves szinten. A legfrissebb előrejelzések szerint 10% fölött fog tetőzni az infláció. Ebből következik, hogy ez a júliusi rendkívüli emelés sem lesz elég, tehát novemberben egy újabb rendkívüli emelésre kerülhet majd sor. Annak a mértéke ugye attól függ majd, hogy a éves szinten akkor hogyan alakul az infláció. Ha 10% fölött alakul, akkor nyilvánvalóan 1-2%-os plusz emelésre még belefér, hanem szükséges a novemberi nyugdíj mellett. Most, hogy említi, hogy talán már novemberben ismét emelésre számíthat a nyugdíjas korosztály, ezen kívül még valamilyen változásra számíthatunk a 2022-es esztendőben? Hát jó lenne, hogyha a nyugdíjprémiumra való jogosultság idén is megteremtődne. Ugye a kedves nézők biztos tudják, ennek az a feltétele, hogy 3,5%-os legyen legalább a GDP növekedése. Hát most nagyon szórnak az előrejelzések, tehát a hivatalos, kicsit optimista előrejelzések azt mondják, hogy lehet 4-4,1% idén a gazdasági növekedés, akkor járna nyugdíjprémium, pici összegű, tehát most ez nem az az aranykor van, mint tavaly, amikor 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kapott mindenki, hanem ez egy a legjobb esetben is egy pár 10 000 forintos nyugdíjprémiumról lehetne szó, de jobb, hogyha erre nem számítanak még a nyugdíjasok, mert egyáltalán nem biztos, hogy sikerül a gazdaságot 3,5% fölé tornászni. Beszélgetésünk végéhez közeledve kérem, még azt is vizsgáljuk meg, hogy ezek az emelések milyen hatást gyakorolnak a gazdaságra, illetve a mindennapokra. Hát az emelések, ugye ezek plusz keresletet jelentenek. Most ez az emelés, ahogy említettem, ilyen 152-156 milliárd forintos plusz pénzt áraszt ki a gazdaságra, amit nyilván a nyugdíjasok most el fognak költeni élelmiszerre, meg az egyáltalán ezekre a rettenetesen megdrágult termékekre, hogy szinten tudják tartani az addigi életszínvonalukat. Tehát ez egy ilyen keresletélénkítő hatása a gazdaságban. Ennek természetesen van egy negatív hozadéka, mert ez még inkább hozzájárulhat az infláció növekedéséhez, de reméljük, hogy ez egy korlátozott hatás lesz, és nagyon figyel az MNB is erre, meg a kormányzat is, hogy kézben tartsák a folyamatokat. Köszönöm szépen a beszélgetést, és azt is, hogy ismét eljött hozzánk. Nagyon szívesen. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk jövő hét pénteken is, amikor ismét hasznos és közérdekű információkkal jelentkezünk majd itt az Álláspontban. Viszontlátásra!